kapcsán viselkedik, lehet, hogy márna. Nagyon pici ponty. Azért jó kapott. Kis ponty lesz. Mindegy, jó kapott. Majd ha méreten alul, akkor mutatom, hogy hogy dobom vissza, nem baj, hogy kicsi. Kis ponty. Legalább már ponty. Itt ülök már 4 óra hosszája, aztán nem volt kapásom, ez volt az első. Mariska néni úgyis azt mondta, hogy nem kell már neki több hal. Nézzétek meg esetleg a hal teljesítős videót is. Hát ez retúr. Ezért jó kapott, jó kapott, látszott jól a kapás. Látszik a pufi golyó. Közben a süllőzőt is megpiszkálta, várok egy kicsit, hát hogyha dupla kapást tudok mutatni. Na, el ne vidd már a szákot. Van este, van már. Várunk egy picit. Közben látszik a vízen az üröm. Amire nagyon sokan allergiásak. Hát is van, de valószínűleg ugye a tisza a víz miatt összeszedi. Jó kis kapás volt. Csendben maradok már kicsit, mert csipognak a madarak. Mi van, süllő mester? Láttam pedig. Jobban el van dobva a sülőző. Hát a közelebbre tudom mutatni. Még a strandon mindig vannak. Még mindig 23-22 fokos a víz. Várunk egy kicsit, mert hát, hogyha a sülőzőt elkapja. Na. El ne vidd már a szákomat. Párt füle. Na, jó van, mindjárt visszadoblak. Mindig mondják, hogy nem mutatom a halat. Hát lehet, hogy ez is méretes, de azért visszadobjuk. Jó. Egy pár hozzászóló. Próbálják az ember kedvét elvenni. Apád füle. Ja igen, hát ez bizony kicsike. Na de úgy csináljuk, hogy véletlenül se sérüljön. Gyere csak. Ott látszik a szája szélébe a horog. Nem tudom mennyire látszik. Ez ki is jött. Most beleakadt ide. Hát nem fertőtlenítem le, mint a tavi horgászok, hát sajnálom. Nem lesz baja, szerintem. Gyere csak. Hát lehet, hogy méretes, de azért visszaengedem, ha már megígértem. Kicsit kiemeljük, megnézzük. Ez a háromnyaras, csak vaskosabb. Mennyi? Közben fogom a zsinort. Na, visszaúszol. Szépen elment. Jól van. Hát mindjárt visszanézünk még a süllőzőre.
Jaj, ez most össze-vissza van. Majd fogom a horgot. Nem vagyok egy rutinos visszaengedő, nem szoktam ilyen kicsit fogni. Amint szoktam, de nem vagyok rutinos visszaengedő. Látszik azért elég jó kis horog. Jó kis kapása volt. Majd csinálok egy összeállítást a ponykapásokból. Most várunk egy kicsit hát, hogyha a süllő is visszajön. Békák kruttyolnak. Mutatom egy kicsit közben a partot is. Van, aki csak azért jön a csatornára, hogy szétnézzen. Körbenéz, megnyugszik. Hát ez lenne a cél. Na, nem jössz? Kis kosarat úgy felkapta ez a kis ponty is, hogy már kim volt fel a szél. Én azt hittem, hogy nagyobb, mert itt van egy akadó, és oda törekednek mindig befele. Úgyhogy azt hittem, hogy nagyobb. Tehát ő is tudja már a csíziót. Ő is tudja már, hogy hol tud megmenekülni. Hát sajnos, hogy nem süt a napocska. Na, itt volt a harkája, egyik hozzászóló mondta, hogy mi ez a harkály. Hát mindig a GoPro csipogására válaszol egyébként a harkály, úgyhogy megint úgyhogy, hát ez nem jó. Ha bekapcsolom a GoPro-t, akkor visszaválaszol a harkály. Hát ez a süllő nem jön. Úgyhogy, megint úgyhogy. GoPro stop recording.